Egymás alkotásairól beszélgetnek ezek a diákok a Rudas Szakközépiskolában. Október 5-én ugyanis grafikai kiállítás nyílt az intézményben. A rajzok mellett festményeket és fotókat is kiállítottak, amelyeket különböző stílusban alkottak meg a grafikus szakon tanuló gyerekek. Kimondottan stílusba, talán így szimbolista és expresszionista. Így nagyon rá kéne mondani, de úgy több stílusba. Hát általában ilyen szürrealista dolgok, tehát hogy nem a valóságot ábrázolja, meg az ilyen társadalom kritikások is, mert nagyon nagy igazságok vannak azokban a rajzokban. Az elgondolkodtató mindenképpen az, mert egyrészt én is gondolkodhatok, hogy mit is ábrázol és mit akar sugallni, meg hogy kíváncsi vagyok, hogy az, aki csinálta, az mit mond róla és mit gondol. A művészeti kiállításoknak több éves hagyománya van a szakközépiskolában, mint minden évben, idén ősszel is, a nyári szünidőben készített képekből válogattak kiállítható darabokat. Körülbelül 30 tanulónak volt lehetősége 10-10 képet beadni, ebből válogattak a szaktanárok kiállítható példányokat, vannak olyanok a tanulók, akik 10 képet is kiállíthattak, de van bizony olyan, aki csak egy-egy képet hozhatott a kiállításra. Az igazgató helyettes hozzátette, a szaktanárok tematika és technika alapján választották ki az alkotásokat. A tanulók által készített művek egy héten át lesznek láthatóak az iskola aulájában.